Köszöntöm a horvát családot. Akiket ma lehet kérdezni, és akik ugye hát voltak olyan szívesen, hogy hoztak kóstolót is. Köszönöm ezt is. És akkor átadom a szóvivőnknek, Vojtek Évának, aki mindig a legtöbbet kérdezés, ugye ő a legfelkészültebb a vendégeinkből, de nagyon szeretnénk azt, hogyha önök is kérdeznének majd, akár közben is, tehát nem kell megvárni a végét, hogyha valakinek éppen az aktuális kérdéshez és válaszhoz kapcsolódóan lenne kérdés, akkor nyugodtan emelje fel a kezét, és tényleg legyen ebből egy párbeszéd, egy beszélgetés, egy kellemes este az édességek jegyében. Szép napot kívánok! Hát ugye ez egy kortárs cukrászszalon tulajdonképpen, úgyhogy ha megengedik, akkor nem fogok fölállni, mert az már csak ilyen nagyon ünnepélyes alkalom, akkor akik már többször itt voltak, azok tudják, hogy itt szépen kényelmesen elücsörgünk és telefelérünk. A mostani est vendégei, ahogy hallották és ahogy meghirdetve volt a honlapon, a múzeumnak a honlapján, Horváth Ferencné, hogy a hölgyeket helyezzem előtérbe, Pannika. Horváth Ferenc úr, ezt majd mindjárt mondom, hogy most miért jön ő, mert hát a férje. És ugye a harmadik meghirdetett az Horváth Eszter lett volna a Sugar Designból, de sajnos az Eszter lebetegedett. Viszont amit a szakmáról, meg az üzletről, meg az ő hitvallásáról esetleg érdemes lenne tudni mindenféleképpen. Egyrészt a szülei el tudják mondani, habár két világ, maradjunk annyiban, megjelenésében, és ezt majd fogják is hallani, hogy a koncepció azért ugyanaz, megint a jelszó, ugye, amit már mindig hallunk, hogy minőség, szakma szeretet és alázat a szakma iránt. Szóval, ami az Orsikát illeti, aki Vaslóczky Orsolya, ez Eszter jobb keze. Luxemburgba 2006-ban egész fiatalon egy bronzérmet nyert cukrász kategóriába, és hát amúgy is hát egy ilyen kis világutazó az Eszter mellett. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél az Eszter helyett. És akkor kezdjük ilyen kis intim pistáskodással, jó? Mert a süteményeket meg lehet kóstolni, a cukrászdába el lehet menni, de hogyan kezdődött ez a kapcsolat, ugye, mert most itt a Horváth úr és a Pannika kapcsolatáról egy egész fiatal kislány volt, nem olyan régen, aki összetalálkozott a Horváth úrral. Igen. Ezt követően én el is csábítottam mindjárt. Ja. De mint cukrász csábítottam? Mert ez az érdekesség. Akkor még nem, abszolút nem. Úgyhogy, hát ez már régen volt, nem is tudom, hogy mikor. 1966-ban. Igen, és ezt követően aztán 67-ben teljesedett ki a kapcsolatunk, amikor már nem csak barátok voltunk, és utána 69-ben esküdtünk. És 69-ben kötöttünk házasságot, és hát mind ez idáig még egyelőre együtt vagyunk. Én közgazdasági iskolába jártam, ő műszaki iskolába járt, aztán én a közgazdaságból műszaki egyetemre mentem, de utána nekem az nagyon nehéz volt, és közben ugye összeházasodtunk, és akkor úgy döntöttünk, hogy valamit közösen hozunk létre, és így találtuk ki, hogy legyünk cukrászok, mert lám ilyen sokan állnak sorba, a maszekfagy is, nem? És akkor így orvosi műszerész volt, aztán antennaszerelő, én meg közgazdász voltam, egy szállodában dolgoztam, de úgy döntöttünk, hogy más vizekre vezünk, akkor elkezdtem tanulni, és akkor szép lassan összehoztuk ezt a dolgot. Igen, 1983-ban nyitottuk meg az első üzletünket, mindez 48 négyzetméteres kis üzlettecske volt. 17 ajtóval, erre emlékszem. Mert ennyi előírás volt. Aztán mikor kinyitottunk, akkor körülbelül 2 maradt, a többit leszereltük és a pincébe vittük. De ez egy új lakótelepen történt, ahol is végül is az akkori tanács hathatós támogatásával tudtuk ezt megnyitni, mert hát egyébként közelébe se juthattunk volna ott úgy engedélyeknek, hogy
annak maradéktalanul meg tudjunk felelni, mert hát, már akkor is nagyon szigorúak voltak, csak akkor új volt a lakótelep, és még egy trafik se volt, ugye, és hát ez fontos színfoltja lehetett a kerületnek, különösen az új lakótelepi résznek. És először négyen kezdtünk el dolgozni. Illetve először csak ketten, a szállodából elhoztam a cukrászt, de az fölidegesítette a férjemet, olyanokat csinált, hogy vasárnap kitalálta, hogy ő most a vajas tésztát nem vajból gyúrja, hanem zsírból, mert hogy ide az is jó lesz, és itt mindent elvisznek. Csak a férjem mondta, de hát ez így nem jó, azt mondja, és miért nem jó, magyarázza meg. És ő persze nem tudta megmagyarázni, és akkor elhatározta, hogy őtől még egyszer nem fogják megkérdezni, hogy ez miért nem jó. Akkor ő is elment iskolába, és akkor végigjárt a szamár létrát. És akkor persze két hónapig volt nálunk ez a cukrász utána. Nem, mert azt mondta, hogy én háziasszony vagyok, és nem cukrász, mert hogy én micsoda hülyeség, hogy kakaót akarok a kakaós piskótába rakni, mikor szépen meg lehet színezni, és attól is jó színe lesz. Tehát voltak ilyen nézeteltérésünk, és akkor mondtuk, hogy mi nem egyik pillanatban, ja igen, azt mondta még, hogy mi sose leszünk gazdagok. Hogy mi sose fogunk meggazdagolni, és mondtuk, hogy de nem is kell a cél. Bevált a jóslata hozzá kell. Mondtam, hogy ez egy lakótelep, itt mindig ugyanazok az emberek jönnek, hát nem tehetjük meg, hogy rosszat adunk nekik. Hogy próbáltuk úgy csinálni, hogy mindig a minőségre törekedtünk, hogy olyat csináltunk, amit mi is megettünk volna. Igen, ez így volt. Igen. Úgyhogy aztán szép lassan kinőttük, akkor mindig egy kicsit bővítettünk, tágítottuk, utána beszállt a te is, akkor a négyen voltunk. Hát a lényeg, hogy most 99-en vagyunk. Igen. Na és a kezdet... Hány nézetvétele, bocsánat? Most már? Most 2000. Hát már több annál már. Hát a pincé. Az édeves ehhez a rádokolni. Hol van ez, aki még nem jár? A bázisunk az most Újpesten van, de még előtte, mielőtt ez az épület megépült, a termelő részt kiraktuk Rákospalotára, és akkor miután kinőttük így is a cukrászdát, és megkaptuk ezt a telket, illetve megvettük ezt a telket, és építettünk rá egy, nem mi nekünk kellett ekkora, hanem ekkorát határoztak meg, tehát egy három emeletes épületet kellett felépítenünk, így lett aztán 2000 négyzetméter. Eleinte a férjem az párhuzamosan csinálta, de miután látta, hogy én nem bírom, mert nem bírtam utána, ő abba hagyta az ő munkáját, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor inkább ezt csináljuk, amit én csinálok. Tehát onnantól kezdve kezdtünk el együtt dolgozni, amikor én elhatároztam azt, hogy ezt akkor szóljak bele a munkába, hogyha értek is hozzá. Na most ennek függvénye volt az iskola, mert amikor elkezdtem egy ilyen felnőtt iskolába járni, mert már akkor is volt ilyen, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy ahányszor voltam oktatáson, mind inkább azt éreztem, hogy teljesen kiteljesedik a tudásom, mert rengeteg olyan kérdésre kaptam választ azáltal, hogy az elméletet is elkezdtem tanulni, amire eddig nem tudtam, csak azt láttam, hogy nem olyan lett, amit én elképzeltem, de nem tudtam, hogy miért. Ugye, mikor már az ember megtanulja az elméletet, akkor aztán megjönnek a válaszok is. Ez mind inkább inspirált arra, hogy még inkább fokozni az elméleti tudást. A gyakorlat ez úgy is meg fog jönni akkor, hogyha az ember napi 16 órát dolgozik benne, úgyhogy arra különösebb súlyt nem kellett fektetni, mert ez jött magától. Egy héten kétszer jártam iskolába, és hát aztán meglett a tudás. Utána még kitanultam a pék szakmát is, és azt követően meg a szakács szakmát. Mert még akkor még mindig nem voltam abban biztos, hogy én csak a cukrászdát akarom-e, mert ez azt hiszem, hogy 2008-at követően, azért említem ezt a 2008-at, mert akkor épült meg ez az új épület, ami végül is hát forradalmi változást hozott a szakmai életünkbe, mert végül meglett mindennek a helye, ugye, és hát többszöröse, ötszöröse volt legalább a munkaterületünk annak, ami azelőtt volt. Az lényegesen akadályozta a munkát, ugye a kevés négyzetméter, meg hogy egyáltalán hát korlátozott bennünket mindenben. Te szakács is, hogy akkor néha gyakorolhatnál ott. Igen. Hát. Annak idején, mikor jártam, minden csütörtökön nekem kellett otthon főzni,
aztán ahogy elvégeztem, úgy, és nincs lett ebből. Na, jaj, a gyerekeknek az egész hét fekete volt mindig. Most már, mikor idősebbek lettek, a fejünk közé is vágták, hogy nekünk nem volt állatkert, nekünk nem volt vasárnapi ebéd. Ha látni akartunk titeket, akkor be kellett menni a cukrázába dolgozni. És ez így volt. Így volt sajnos. Hogyha arról beszélünk, hogy volt egy elképzelésetek, hogy mit szeretnétek csinálni, ezt megtartottátok mind a mai napig? Sikerült ezt a... Az az igazság, hogy az elején gondolkoztunk, azért Újpesten vagyunk, ugye, elég külterületen, és ahhoz, hogy egy kicsit többet bevonjunk Budapest vásárlóiból, valami mást is ki kell találnunk, mint a sütemény meg a fagylaltot. Egyébként érdekes volt, mert a fagylaltot azt úgy csináltuk, amikor legelső nap csináltunk fagyit, akkor gondoltuk, hogy hirdessük meg, akkor gondoltuk, hogy szórólap, meg ez, meg az. Aztán kiírtam, hogy ma ingyen van a fagyi, rögtön elterjedt. Már a végén ilyen bödönökkel jöttek, úgyhogy az elég sikeres volt. Na mindegy, akkor kitaláltuk, hogy valami a tortákon kéne változtatni, mert hát régen, amikor elkezdtünk ugye 1984-83-ban, akkor hát volt az a torta, ami kerek, az oldala be volt panírozva, a tetején ugye a csokoládé, vagy akár valamivel áthúzva, három piros rózsa, három zöld levél, és el volt rendezve egy születésnapi torta. Hát ezen mindenképpen változtattunk, aztán már úgy szakmailag is, ugye, hogy elhagytuk a panírt az oldaláról, és telibe át lett húzva, és már egészen másképpen mutatott, és hát akkoriban még nem igazán volt már akkor is olyan, hogy marcipánnal húztak át, meg mit tudom én, de azoknak különleges tortáknak kellett lenni, tehát esküvői vagy valami olyan alkalomra, amivel megtisztelték azt az eseményt, hogy olyan nemes anyagokat raktak bele a tortába. És hát lényeg az, hogy mi igyekeztünk ezt hát hétköznapivá tenni, nem azzal, hogy hát összemostuk a két eseményt, hogy ez most egy hétköznap, vagy ünnepnap, vagy alkalom, vagy nem alkalom, hanem összességében úgy díszítettük, mintha valami versenyre, vagy akármire. Emlékszem, hogy a Burdából néztünk ki tortákat, meg külföldi lapokból, a rokonoktól megkapott ilyen színes újságoknak a hátulján különböző torta volt, és akkor először lehetett menni külföldre, akkor állandóan a sport, ugye sportutakra lehetett menni három napra, jól emlékszem, akkor mi mindig... Igen, akik itt ülnek, azt hiszem emlékeznek még erre biztosan. És akkor minden pénzüket ilyen külföldi tanulmányokba fektettük, elmentünk két-három napos tanfolyamokra. Hát az meghozta egyébként a gyümölcsét tényleg. Tehát emlékszem, amikor még nem tudtuk olyat, meg azt sem tudtam, hogy cukorra lehet ilyen mastikat csinálni, akkor rendes masniból csináltuk. Ezt akartam kérdezni éppen, hogy ti, nektek van egy jelzőtök ott Újpesten, hogy hívnak titeket, hogy milyen cukrászok vagytok? A szalagos cukrászok vagyunk, ezt úgy tudtuk meg, hogy vidékre telefonáltam egyszer, talán pont Fondánért telefonáltam, vagy Gesztenyepüléért, jól emlékszem még a családra, igen, Tiszaföldváron voltak ők, már sajnos a bácsi az már nem él, de nem nagyon értették, hogy hová kell hozni. És akkor mi magyarázom neki, hogy hol, és mi, meg hogy hívnak, meg egyebek. Jaj, maguk a szalagos cukrászok, ugye? Nem is tudtam, miről beszél. Hát mondom, lehet, és akkor próbáltuk még közelebb hozni így egymás felé az ismeretet, aztán kiderült, hogy nekünk volt egy ilyen ragadvány nevünk, mert sok mindenre raktunk szalagokat. Akkor még valóban az volt, hogy ilyen dekorációs szalagokat raktunk föl, és hát ez nagyon-nagyon feldobta a már megszokott, a mondandóm elején mondtam, hogy milyenek voltak a torták, ugye ahhoz képest egy ilyen sejemszalag az gyönyörű szép volt, és színbe harmonizálni kellett neki meg minden, és hát akkor már tudták, mert már hírünk volt így a szakmában, igen, ahogy később ez kiderült. Torták miatt egyébként valóban elkezdtünk, csináltunk akkor formatortát, Barbie tortát, autótortát, mindenféle figurás tortát, és elég hamar elterjedt a hír. Aztán az Eszter elvégezte a kisebb lányunk a vendéglátó főiskolát, és elkezdtem pedzegetni nekünk, hogy csináljunk internetest, meg
ilyen újságot, meg azt se tudtam, miről beszél. És akkor mondta, hogy pedig ez lesz majd a trend, és hogy ezt fogják majd csinálni, minden háztartásban 2 éven belül lesz internet, és mondtam, hogy kinek, vagy hogy, vagy mi. De aztán tényleg igaza lehet eleinte, csak vállalatok küldözgettek e-maileket, meg rendeléseket, és később valóban 1-2 év telt el, és már elég sok rendelést kaptunk e-mailen. A mai napig a rendelésünknek több, mint a fele interneten érkezik. Ami egyébként jó a vendégnek, nem jó annyira nekünk, mert megrendeli, nem kell ugye bejönni, előleget fizetni, aztán elfelejt szólni, hogy nem tud érte jönni a tortáért, de nem jellemző egyébként. Tehát na most, aki nem ismeri a cukrászdátokat ott Újpesten, ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 stílus van a földszinten, ja, van igen, a hagyományos cukrászdát, már erről mesélj egy pár szót. Milyen szerződés van köztetek és az Eszter között? Igen. Mikor megkaptuk ezt a telket, illetve megvettük a telket, akkor mondták, hogy ide egy ilyen nagy épületet kell csinálni, hát persze a fejünk közt kaptuk, hogy minek, meg hogyan, mi egy kicsit akartuk, egy kicsit nagyobbat, de egyet. És akkor mondták, hogy hát azt nem lehet, mert nem illik be a városképbe, és akkor az Eszter pont Londonban tanult, meg ott járt iskolába, és meg akkor ott dolgozott, igen, a magazinnál, igen, mert ő az EL magazinnál dolgozott, és akkor mondta, hogy hát segítek rajtatok, én az első emeletet elvállalom. És akkor mondtam, de mit csinálsz ott? Hát azt mondja, mit, hát cukrázat van, megőrült egy cukrázat tetejére, egy másik cukrázat. És akkor mondta, hogy az majd nem olyan lesz, neki már a fejében van egy régóta egy kép, és hogy ő már amikor New Yorkban volt, mert ott is dolgozott, akkor már kialakult benne valami, és hogy ő egyetlen egy dolgot kér, hogy most itt írjuk le, hogy nem szólunk bele semmibe. És ezt aláírták. A hülye fejjel aláírták. Többször volt az, hogy az orrunk alá nyomtam, amikor azt, hogy a nyalókákat, abban a nyalókákat cukrászdában, miket találsz ki, de hát el kell jönni azért megnézni, mert végül is bejött az, amit ő akart, és egyszerűen nem is képzeltem el, hogy ennyire nagy érdeklődés van ezután is, de bejött. Úgyhogy az Orsi azért, az nagyon jó ötlet volt, mikor az Eszter megtalálta az Orsit, azt hiszem a te segítségeddel. Hát nem, a horvát úr, mint egy jótevő kis angyal fölvette az Orsikát, hát az azért nem egészen úgy van, mert a történet az úgy van, hogy az Orsika elment, jaj, tanárnő, valami helyett, mert ő Pestre szeretne jönni, dolgozni, és akkor a horvát úrhoz bekönyörögtük, és akkor 3 hónap múlva közölt, hogy elmegy külföldre, azt hittem meg több utat. De a horvát úr nagyon rugalmas, és ilyen szempontból ez becsülendő, mert nem nagyon szeretik a cukrászok, hogyha ott valakit fölvesznek, betanítják a recepteket, meg hát egyáltalán kinyitják a titkok kapuját, ugye akkor most valaki utána elmegy. És utána visszajött az Orsika, és vissza. Igen, és az Eszter megtalálta, és az Eszternek tulajdonképpen a jobb keze. Tehát minden, amit az egyik elkezdi mondani, a másik befejezi. Tehát abszolút egy hullámhosszon vannak, azért is jó, hogy... Kell estehez egy kis idő egyébként. Tehát nekem is volt már cukrászként egy önálló gondolkodásmódom. Szerencsére külföldön nagyon jó helyeken dolgoztam, tudtam, hogy én milyen stílust képviselek, és akkor leültünk Eszterrel az első állásinterjún beszélgetni, elvittem a kis fotóalbumomat, hogy én miket képviselek, miket csinálok, és nagyon gyorsan egyébként egy hullámhosszra kerültünk, de körülbelül egy évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy rájöjjek, hogy az Eszter mit gondol, ő mit szeret csinálni, és hogy mi az, amit ő képviselni akar itthon, egy teljesen új dolgot szeretne létrehozni. Most már a mai nap eljutottunk odáig, hogy kimond egy mondatot, vagy csak egy szót, és én tudom folytatni ténylegesen is, és tudom, hogy mi jár az ő fejében. Tudom, hogy szeretné összerakni a süteményeket, mi az elképzelése, és így nagyon tudom segíteni az ő munkáját is, viszont ő is az enyémet. Talán azért egy-két szót mondjunk az Eszterről, mert ugye én sem vagyok teljesen up to date az Eszterből, de talán felolvasnék egy-két jellemző dolgot. Ő nem cukrászként tanult, tehát elvégezte ugyan a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát, de itt a neten, hogyha önök rá böngésznek, akkor 2004 és 2008 között például az Ákos mellett volt személyi stylist. Aztán az év üzletasszonya volt, aztán könyvet írt, Desszertőrült címmel, ami a gasztronómiai témában a legjobb helyezést ért el.
aztán egy design management külön díja van, tehát ő nem cukrász, hanem egy egész másfajta szemlélettel gondolkozik, másfajta látásmódja van, és ez a szülőket is inspirálta, gondolom, a sütemények megjelenésében. Orsikának alátett ugye a szakmai tudása az ízvilágban minden, de hát a Eszterről talán el kéne mondani azt, hogy ő hogyan gondolkozik, melyik kötök vállalja, mikor megalkot egy sütemény. Hát az Orsi talán jobban el tudja mondani először. Hát nálunk úgy néz ki, hogy mi kollekciókban gondolkozunk igazániból, ez azt jelenti a cukrászdánál, a sugarnél, hogy minden évben mást ölelünk át, más van az Eszter fejében, amit szeretne megmutatni az embereknek. Ez lehet épp a divat, lehet épp egy nagyváros. Ugye az Eszter a divat szakmában dolgozott, és nagyon sokszor a mai napig, hogyha ő kigondol egy süteményt, akkor rögtön egy táskára asszociál, vagy egy cipőre. És akkor utána jön az ízvilág, ahol én beleszólok, hogy akkor ezt most ugyan meg fogjuk-e tudni olyan formában csinálni, ahogy te azt elképzelted. És úgy szokott ez nálunk működni, hogy Eszter kigondolja az ízeket, kigondolja a hátteret, hogy ő mit szeretne csinálni, leülünk, és akkor elkezdjük, hát egy jó fél éves munkánk eredménye, hogy egy kollekciót létrehozzunk, leülünk kísérletezni, összerakjuk az ízeket, megnézzük, hogy mi az éppen aktuális trend a nagyvilágban, a cukrászoknál, mik az új ízek, mivel lehet nagyot alkotni, és ezt a wow effektet elérni az itthoni közönségnél, és akkor egy fél éven keresztül szerintem van olyan, hogy minden nap kóstolunk süteményeket, és minden nap csinálunk valami újat, ez így nem jó, akkor kísérletezünk mással, és akkor már mikor van az úgy a terítettségi faktor. És akkor még mindig kitalálják, hogy nem, ez nem jó, mert ez nem elég sok a textúra benne, meg minden textúrának más ízűnek kell lenni. Igen, nagyon nagy hangsúlyt fektet Eszter arra, hogy ne csak egyféle dologból álljon össze egy sütemény. Tehát egy süteményen belül 4-5 ízvilág, 2-3 piskóta jelenjen meg, és az embernek rendesen el kelljen gondolkodnia azon, hogy ugyan milyen ízek vannak ebben a süteményben, és hogy rakták össze. Lehet, hogy az 5-ből jön egy 6. íz, mert ezeknek egy feltétlenül követelmény az, hogy harmonizáljanak ezek egymáshoz, ezek az ízek. És arról még nem beszéltetek, vagy nem beszéltünk, hogy hát igen, van a kóstoltatás ugye napi szinten ott benne és a munkahelyen, de aztán eljön az az idő is, amikor már neves szakembereket hívunk kóstolni, amikor a teljes kollekció kikerül az asztalra, és szépen sorjába végig megyünk rajta, és itt az a feladat, hogy minél több rosszat mondani a termékről. Tehát aki ott van, az a dolga, hogy kritizálja, nem az, hogy most ez hú de jó, hanem ha hú de jó, akkor is valami olyat mondjon, amitől még jobb lesz. Akkor megtárgyaljuk azt, hogy amik voltak az előző alkalommal kifogások, ezek megvalósultak-e olyan értelemben, hogy megváltoztattuk őket, hogyha 2-3 kóstoltatáson keresztül a termék pontosabban nem megy keresztül, hanem főbb kifogások merülnek fel ellene, akkor azt fogjuk és elhagyjuk és kész, és egy újat teszünk be helyére, ami már nyilván már addig is a palettán volt, csak még nem érte el azt a fajta értékelést, hogy kiérdemelje azt, hogy a között, a 25 között lehet, amelyik majd a poolba fog kikerülni. És körülbelül az 5. kóstoltatás az, amikor már úgy döntünk, hogy ne ez most már végleges formája a termékeknek, és akkor aztán még egy jó hónap, amikor elkezdjük a gyártást magát ugye lekísérletezni, hogy is kell ezt megcsinálni úgy, hogy nem 3 darabot csinálunk, hanem 30-at egyszerre, úgy, hogy viselkedik a termék, tárolási feltételek, ugye, hogy hány napot bír ez ki, úgy, hogy kint a pultba egyáltalában, és úgy, hogy a díszítés nem sérül, meg látványban ugyanazt kapja a vásárló, amit mi szeretnénk, hogy kapja. És amikor ez már megvan, akkor van aztán az, hogy kollekcióváltás. Ez a varázsszó, és akik van itt már ilyen internetes rajongótábora az üzletnek,
itt a sugar designról beszélek, akkor utána azok már ugye elkezdenek visszaszámolni, mikor már csak 5 nap van, 5, 4, 3, 2, 1, és más nap. De akkor úgy kell elképzelni, hogy akkor minden, tehát akkor a csomagoló papír, a doboz, a ja, tétla, igen, hát persze, minden. Teljesen kicserül, az üzlet át van festve azokhoz a termékekhez. Igen. És viszont a legsikeresebb az a New York kollekció volt. Igen. Tehát az egetrengető mennyiségeket kellett termelni. Hmm. Uh-huh. Na most itt jó, hogy beszélünk, hogy japán meg francia, itt dobálózunk ezekkel a városokkal vagy országokkal. Hallottuk már a horvát úr elbeszélésében, meg te is említetted, Panika, hogy New Yorkba tanult az Eszter, igen, meg Angliába tanult, Tokióban, akkor még mint designer. Igen. Igen, és mint cukrász, akkor hol járt? Hát járt Lyonba, Párizsba és Japánba. Japánba te is Tokióban. Tokióban. Na de az Orsi az már másodjára, vagy harmadjára. Hát effektív kint dolgozott 3 hónapot. Igen, értem. És 10 cukrászdára volt, és Tokió legjobb cukrászdájában. Igen, de ehhez cukrászdáiba volt bejárása, és ez pedig a Japán Cukrász Szövetség elnökének a támogatásával, mert már olyan volt a kapcsolat, meg a nexus vele. Meg a Varonának is. Hát igen, Varonának is. Mert az Eszter aztán abszolút a csúcs kategóriát használja mindenből. Ettől szokott nekem a fejem fájni. Ilyenkor szokta a szerződést. És akkor mutogatja, nem szoktam bele, mert ha valami van, ami a legdrágább, az tudja, hogy azt veszi meg. Ha a fekete szezám van, de nem azért veszi meg, igen, hogy mert most ő olyan minőséget akar csinálni. Nem tudja, mit akar képviselni. Hát, hogyha megengeditek, akkor az Eszterrel készült egy interjú, és akkor itt nincs most, tehát nem tudná ezt elmondani, de én fölteszem a kérdést, amit a kollégám tett föl neki, és már meg is válaszolom, amit az Eszter válaszolt, és akkor a Eszter témáját és a japán utazást így le is zárhatnánk. A kérdés az volt, hogy ha egyetlen tanácsot kellene adni más, esetleg még kezdő tehetségeknek, hát talán például neked, Orsika, mi lenne az? És az Eszter válasza az, hogy az alázat és az álmainkról való lemondás nem egy és ugyanaz a dolog. Igazán megismerni bárminek vagy bárkinek a működését csak alázattal lehet. Változtatni rajta pedig csak akkor, ha hiszünk az álmainkban, és nem adjuk fel soha őket. Hát azt hiszem, hogy ez egy szép gondolat. De egy pár szót azért, Orsika, erről a japán útról, hogyha mesélné nekünk, ami itt legutoljára voltatok. Tehát mesélj arról, hogy milyen a japán cukrászat, miért sikeres, miért nem lehetne itt meghonosítani, szerintem nem lehet, mert az ízvilág, de erről talán te beszéljél. Meg a munkamorájukról. Igen, az egy meg a csomagolás kultúrá. Szóval egy ilyen kis szilánkot a japán cukrászatról. Szakmai utazásra mentünk ki, szerettünk volna inspirációt nyújtani az új kollekcióhoz, és mivel Eszter már volt kint egyszer, azt mondta, hogy Orsi, neked ide ki kell jönni, és nem fogod elhinni, hogy mit fogunk átélni, ezt látnod kell, mert ezt nem fogja nekem úgy tudni átadni sose szóba. És jó, mondtam, hogy menjünk. Nagyon szeretek utazni, és szakmát érintő dolog. Tokióba töltöttünk el egy hetet. Eszter szerintem egy hónapot azzal töltött, hogy megtervezte az utazást, hogy melyik nap mit csinálunk, melyik cukrászdát fogjuk meglátogatni, hány üzletbe fogunk kóstolni, és egy nagyon érdekes utazást éltünk így át. Nekem a legesleg meghatározóbb élmény volt, amikor azt láttam, hogy a cukrászdán belül hogy dolgoznak, és tehát konkrétan oda szögeződtem a termelőtér elé, mert volt egy üvegvitrin, ahova betekintést nyertem, hogy hogy dolgoznak a cukrászok, és mondtam Eszternek, hogy Eszter, ne haragudj, nem fogok tudni most még egy fél óráig innen elmenni, mert annyira jó volt nézni, hogy milyen precizitással, milyen tisztasággal, és mennyire szakmaszeretettel dolgoztak, és ahogy készítették a süteményeket, és hihetetlen sor volt, és hihetetlen tömeg volt, és folyamatosan csak azt lehetett látni, hogy friss a sütemény, az összes szelet ugyanúgy van felvágva, ugyanúgy néz ki. Mindegyiken, tél volt, decemberben voltunk, mindegyiken friss eper, és nagyon-nagyon finom íze volt az epernek, mert nagyon sok süteményt kóstoltunk. Így nem csak cukrászdákban, de különböző desszertboltokban, csokoládéboltokban, makaronboltokban jutottunk el,
És volt a nap végén az, hogy na nem tudunk vacsorázni, mert egy cukrászdába bevásároltunk körülbelül 5-10 darab süteményt, és mi ketten voltunk. És akkor ketten akkor osztozunk. Na milyen stílusú süteményeket, és milyen ízeket, a japán ízekről egy pár szót? Meglepő volt egyébként decemberben, hogy nagyon sok friss gyümölcsel dolgoztak, és nagyon sok olyan süteményt és terméket találtunk, amit az itthoni cukrászdákban csak idén jelleggel, tehát tavasszal és nyáron árulnak a cukrászdák. És kevesebb volt a csokoládé és a nehezebb téli sütemények, amikhez mi itthon hozzá vagyunk szokva. Úgyhogy inkább ez volt a jellemző sütemények terén, hogy nagyon sok gyümölcsös, pudingos sütemény, ízvilágban, ami szerintem itthon nagyon fura, különböző egzotikus gyümölcsöket kombinálták kisebb mennyiségű csokoládéval, fekete szezám, ami itthon szerintem nem egy hagyományos, megszokott dolog, és talán az emberek egy picit félnek tőle, azt nagyon nagy előszeretettel használják, vagy például a matcha teát, ami itthon szerintem nem igazán nyert el az emberek tetszését, az összes piskóta szinte ezzel a zöld teával van ízesítve, és egy elég markáns ízt ad a süteménynek, ezáltal nagyon jól kell tudnia a cukrászoknak dolgozni az összes többi összetevővel, hogy mit tesznek a sütemények. Ez. Meg tonkababot használ. A tonkababot igen, de azt is ugye épp hogy érezni, és az összes süteménybe kihozza az Igen, ízeket. Nekem még azt mesélte az Eszter, ez egy érdekes dolog, és engem megfogott, hogy mikor ott dolgozott az Eszter, tehát nem így bement, akkor mesélte, hogy ott reggel, mit tudom én, 6-kor kezdtek, mindenki bement, és azt mondja, ami szerszámot nem talált, az tudta, hogy az valakinél van. Mert aki befejezett egy műveletet, és a szerszám nem kellett, azonnal elment el most, és visszarakta a helyére. És ugyanígy volt a gyümölcse, amikor nem használták, visszarakták folpakkal a helyére, ezért minden gyümölcs állandóan olyan volt, mintha akkor szedték volna a fáról. És azt mondja, délbe letakarították az asztalt, abba hagyták a munkát, hozta a főnök az ebédet, akkor mindenki evett 10 percig, tehát letakarították az asztalt, és mindenki lehasalt az asztalra, és aludt. És 20 percet aludt. 20 percig aludtak és pihentek. 20 perc után kész, mindenki abba hagyta az alvást, és megint dolgoztak tovább, amíg a főnök benne volt. Senki el nem ment máskor pisilni, kávézni, cigizni, senki sehova. Azt mondja, csak ő előtte volt mindig egy víz, mert ő megszokta, hogy állandóan iszik, vagy néha egy kávét, azt mondja, senki más ezt meg nem engedte magának. Tehát nagyon érdekes volt az, hogy ez a munkamorál elképesztő, és este 6-kor sem hazamentek, vagy 7-kor, hanem összeültek valahol még beszélgetni. Ja igen, mert ez jellemző egyébként a japánokra, hogy a munka befejeztével nem mennek haza. Ugye nyilván annak is megvan az oka, hogy miért nem, keveset vannak a családdal, ugye hazamennek, abból többnyire veszekedésül ki. Nem, hát 30 négyzetméteren 2-3 generáció él. Tehát ez borzasztó. Hát kicsik a lakások. Lényeg az, együtt is vacsoráznak, és a vacsora témája vagy az eltelt nap, hogy mi volt az nap, vagy hogy mi lesz holnap, milyen feladatok várnak rájuk. És ez most nekünk így nagyon nevetségesen hangzik. Jó lehet, hogy ennek nagyon komoly haszna is van, ugye? Csak hát ezt Magyarországon bevezetni nem lehet, de számtalanszor eszembe van, hogy miért nem tartunk mi is valami olyan értekezletet, hogy egy napból fél órát rászánhatnánk akár arra a napra, ami éppen előttünk áll, és esetleg olyan munkákat kell elvégezni, hogy fontos az, hogy ezt már előre megbeszéljük, mert általában az a baj, hogy nagyon keveset kommunikálunk. Az ember azt gondolná, hogy mindenki tudja a dolgát, és ez abszolút nem biztos, hogy így van, mert különbözőek vagyunk. Ugye? És hát másképp képzeli el a dolgozó azt, hogy ő hogy csinálja, vagy akár hogy vigyáz valamire, vagy tudom is én, tehát legyen ez anyagfelhasználás, vagy egyéb dolog, mint az, hogy ahogy én csinálom. Én ugye elvárom azt, hogy engem kövessenek, ugye, mert hát én vagyok a parancsnok. Ön szerint miért fogadták önt be? Azért, mert képes volt megújulni, vállalta, hogy minőséget. Miért fogadta be a cukrászakma, és tulajdonképpen miért kapta ezt az elismerést? Tulajdonképpen azért. Én magam sem voltam meglepve rajta, mert mielőtt engem megvállalt.
mert mielőtt megválasztottak, engem felhívtak, hogy hát vállaljam már el, mert egy az, hogy én vagyok erre azért a legalkalmasabb, meg a legelfogadottabb, mert hozzám bármikor bejelentkezik egy cukrász, hogy te szeretnék elmenni egy hétre hozzád. Hát van, az időpontot beszéljük meg, hogy mikor jössz, és akkor gyere. Ennyi az egész. Na most ott van egy hetet. Szabadon velünk együtt dolgozik. Látja a technológiát, ott vannak nyitottan receptkönyvek, hozzányúlhat, fényképezkedhet, minden olyat csinálhat, tehát nincs titkunk előtte. Egy a fontos, hogy ő le tudja ezt követni, és ezért nem is nagyon aggódom, hogy biztosan le fogja-e másolni, de hogyha tőlem 100 kilométerre van, érdekel ez engem? Nekem érdeke, az az érdekem, hogy mindenki, aki itt van, és hogy főleg, hogyha az ország több pontjáról lennének, mindenkinek trend legyen cukrászdába járni, csupa nagybetűvel, ahogy ez volt régen is. Mindig szokott egy ilyen záró gondolat lenni a végén, egyet már előtt a horvát úr, ugye a szokásos, a szlogen, hogy legyen trend cukrászdába járni, de én hoztam egy olyan gondolatot, amit úgy érzem, hogy a horvát családra hát simán ráhúzhatjuk, ráadásul egy japán közmondás, hát itt Japánról elég sokat beszéltünk, habár többet kellett volna esetleg a francia cukrászat hatásáról, ami a japánokra, oda-vissza, és a magyar cukrászatra, de hát még leszünk itt, ugye, mert még van több alkalom, úgyhogy majd erről fogunk beszélni. És az idézet az pedig így hangozna, hogy ne kövessük az ösvényt, bármerre vezet. Inkább arra menjünk, amerre nem vezet ösvény, és hagyjunk nyomot. Ez egy japán közmondás. Például én sem.